Ha azt mondom, képzelj el egy veszélyes vízben élő állatot, valószínűleg egy krokodilra vagy cápára gondolsz, tuti nem egy delfinre. Amellett, hogy rendkívül szociális állatok, köztudottan rendkívül intelligensek is. Mégis kinézné ki belőlük, hogy vérben forog a szemük. A világ 40 delfin fajából valószínűleg a palackorrúra gondolsz a szó hallatán, és még ha nem is ismered mind a 39 másik fajt, azt mind jól tudjuk, milyen játékosak, okosak, barátságosak. Sokaknál kiakasztják a cukiságmérőt. De mi van, ha azt mondom, mégsem ez a helyzet? Sőt, tudnak kifejezetten kegyetlenek lenni, és nem egyszer öltek már embert. Igazából még a cápák is rettegnek tőlük, nem véletlenül. Lássuk, mi teszi őket ennyire félelmetessé. A delfinek bármilyen cukinak is tűnnek és barátságosak egy állatkerti környezetben, attól még ragadozók. És ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Kezdjük azzal, hogy bármennyire szeretnivalóan néznek ki kívülről, a hatás csak addig tart, amíg ki nem nyitják a szájukat. Ez belülről stílfűrészeket megszégyenítő látvány nyújt. A palackorú delfineknek 80-100 foguk van, amelyeket zsákmányszerzésre használnak, nem dísznek vannak, hanem húst enni, tépni és szaggatni. Sajnos többször előfordult már, hogy emberekkel találkozott ez a fogsor. Amerikában több tucat olyan esetről számolnak be, ahol delfinek kóstoltak bele az emberbe, vagy húzták le őket a víz alá. Nagy port kavart a floridai SeaWorld delfináriumban történt eset, amikor 2012-ben egy 8 éves kislány megharapott egy fogságban tartott delfin, miközben a gyerek etette azt. Amikor ugyanis a delfinek éhesek, pont úgy viselkednek, mint bármelyik ragadozó. Csak mivel sokkal okosabbak az átlag ragadozónál, az élelem megszerzéséért elég jó trükköket tudnak bevetni. A Florida környéki sekély vizekben például megfigyelték, hogy a delfinek farkukkal körkörös alakzatban iszapot kavarnak fel, és így ejtik csapdába a halakat. Az ausztrál cápaöbölben pedig tengeri szivacsokat kezdtek el használni a delfinek, ami egyfajta orra húzható kesztyűként segít nekik a zsákmányszerzésben. Ráadásul képesek továbbadni egymásnak ezeket a táplálékszerzési trükköket, ami azt jelenti, hogy folyamatosan fejlesztik a képességeiket. Legtöbbször 10-15 egyedből álló csoportokban vadásznak, viszont megfigyeltek már ennél jóval nagyobb delfinhordákat is. Képzeld csak el, hogy egy több mint 1000 delfinből álló csoport próbál együtt vadászni. Ez azért már félelmetesebb egy fokkal, mint néhány együtt úszkáló delfin egy medencében. Ezen felül ezek az állatok tényleg egész kegyetlenek tudnak lenni. A megszerzett zsákmányt, főleg a polipokat például néha szétrancsírozzák, mielőtt megeszik. A polip szempontjából ez elég élesújtó hír, a delfineknek viszont jó oka van rá. A polipok még akkor is védekeznek, amikor már nem élnek, és az a delfin, aki jó ízűen elfogyaszt egy nyálkás polipot reggelire, könnyen lehet, hogy elpusztulna az étkezés után. Olyan ez, mint a japán sannakji nevű fogás, amikor élő polipot esznek. Ebbe is rendszeresen halnak bele emberek, mert a polip a nyelőcsőben megtapad és fulladást okoz. Szóval ezért kell a delfineknek is könyörtelenül apró darabokra szaggatni a polipokat. Viszont amíg csak táplálékszerzésről van szó, nyilván nem törünk pálcát a delfinek felett. Természetes, hogy azt teszik, ami egy ragadozónak kell, azonban elő szokott fordulni, hogy puszta szórakozásból ölnek meg más tengeri állatokat, orrukat kalapácsként, fogsorukat pedig fűrészként használva. Míg a legtöbb ragadozó gyilkolás után megeszi a zsákmányt, úgy tűnik a delfineknek néha gyilkos késztetésük és némi pszichopata hajlamuk van, és jó kedvükben állnak neki megölni más élőlényeket. Ugyanakkor nem csak más fajokba tartozó állatokat mészárolnak előszeretettel. Egy 2002-ben megjelent amerikai tanulmány szerint 1996-ban és 97-ben Virginiában 9 olyan palackorú delfinborjút találtak, amelyek tompa sérülés következtében pusztultak el. A testükön többszörös bordatörés, lágyrészzúzódások és a megsérült tüdő mellett egy kifejlett palackorú delfin fogazatának nyomait találták meg. Mint kiderült, saját fajtársaik végeztek velük. De nem csak a borjakat, hanem simán egymást is tudják terrorizálni. Nagy port kavart nemrég szintén az orlandói SeaWorld esete, amikor is 2022. októberében delfineket csoportja kipécézett magának és bántalmazni kezdett egy másik magányos delfint. A Rascal nevű állat testének egyharmadát harapások, vágások, vérző sebek és hegek borították, mire feltűnt az eset a dolgozóknak. A 25 éves állat fogazata elkapott és nem tudott védekezni, a többiek pedig kihasználták ezt, hogy vélhetően szépen lassan halálra sebezzék. Egy hónappal később az eset megismétlődött egy másik delfinnel, de szerencsére mindkét állatot időben kimentették. És van még rosszabb. Egy 1992-es tanulmány szerint a párosodni akaró hímdelfinek nem csak üldözni szokták, hanem erőszakos fizikai agressziónak is kiteszik a nőstényeket. A zaklató hímek uszonnyal ütlegelik, rángatják a fejüket, harabdálják vagy a testükkel nekicsapódnak a nőstényeknek.
a nemi erőszak delfin verziója, ami azért egészen máshogy hat egy ilyen intelligens lénynél. Épp ez a zavaró, hogy az állat ilyenkor pontosan tudja, mit csinál, nem csak fogalmatlanul ösztönből cselekszik, és ez teszi a delfineket igazán félelmetessé. Szokás ezt úgy is megfogalmazni, hogy páratlan intelligenciájukhoz nem társul az emberekben azért valamennyire fellelhető morális érzék vagy etika. Tovább menve, a delfinek nem csak más állatokra és egymásra, de bizony az emberekre is veszélyesek lehetnek. Egy delfin szakértő szerint totális tévhit, hogy mindig barátságosak lennének, és mivel több száz kilós állatokról beszélünk, tényleg komoly sérüléseket tudnak okozni. 1994-ben például egy férfi delfin támadás során szerzett belső sérülések következtében hunyt el. Nemrég pedig a 28 éves Claire Bay küzdött az életéért, miután a bolíviai Santa Rosa de Yakuma folyóban úszás közben megtámadta egy amazonasi folyami delfin. A nő lábát elkapta az állat, majd 20 másodpercig nem engedte el, így a lábfeje részben leszakadt. A sérülést 32 öltéssel varták össze, a kávária viszont csak ezután kezdődött, mert egy potenciálisan halálos fertőzést kapott a folyóban. Claire végül túlélte az esetet, ami rávilágít arra, hogy a delfinek könnyen meg tudják villantani ragadozó énjüket, igaz, ebben az esetben a fertőzés jelentette a fő kockázatot, történtek viszont még más támadások is. 2022. áprilisában egy 23 éves delfin megtámadta és megpróbálta megfojtani kiképzőjét, a Miami Sea Aquarium egyik delfinsója közben. Hasonló körülmények között támadott meg egy 10 éves brit kislány két palackorú delfin a mexikói Cancunban. A vadon élő delfinek és az emberek közötti támadások nagyon ritkák, így ezek az esetek komoly kritikát fogalmazhatnak meg a delfineket fogvatartó és azokat turisztikai célból dolgoztató akváriumok felé. 2010-ben a világ egyik leglátogatottabb delfináriuma, a SeaWorld, Tilikum nevű orkájak, a közönség szeme láttára ölte meg az egyik gondozóját. Igen, az orkák delfinnek számítanak, a gyilkos bálna név félrevezető, ugyanis a bálna gyilkos elnevezésből ered, nem bálnák. Tilikum egyébként főszereplője a Blackfish című tényfeltáró dokumentumfilmnek, ami a SeaWorldhoz hasonló delfináriumok sötét oldalát mutatja be. Az említett orkát például Izland környékén fogták el még 1983-ban, és 2016-os haláláig összesen 33 éven át élt medencékben, és megállás nélkül előadásokon szerepelt. A 2010-es eset mellett még két ember megölése fűződik a nevéhez. Sokan azonban nem a delfint és sorstársait, hanem az agressziót okozó ingerszegény környezetet és fogvatartóit okolják a történtek miatt. A tiltakozók szerint ezek az állatok nem arra valók, hogy medencékben éljék le az életüket, egymás megtámadását és a bezártság okozta frusztrációval magyarázzák. Ha már szóba került a delfin nőstények ellen elkövetett szexuális erőszak, nem mehetünk el az emberrel megtörtént esetek mellett sem. Számos olyan esetet lehet olvasni, amelyek a delfinek által elkövetett nemi közeledésről szólnak, igen, az emberek ellen. A legtöbb állattal ellentétben ugyanis a delfinek tényleg élvezik a szexuális együttlétet, az emberek és a majmok mellett nekik is van orgazmusuk, és már többször estek neki ilyen célból úszóknak vagy más állatoknak. Jól dokumentált eset is van, mondjuk megint egy fogságban tartott delfinről. A National Geographic mutatta be ezt a felvételt, amin egy delfináriumban élő állat ugrik egy a medence partján ülő nő lábai közé és félreérthetetlen mozdulatokat tesz. Egy másik videón pedig ennél még több látható, ugyanis egy másik delfin egy búvár ágyékához próbál hozzáférni, miközben egy másik búvár próbálja távol tartani az állatot. 2002-ben pedig az angliai Weymouth közelében figyelmeztették a fürdőzőket, hogy egy környékbeli delfin több búvárral akart már párosodni, így jobb lesz vigyázni. Egy kutatásban a 60-as évek elején ennél is tovább mentek. Margaret Howe laboratóriumi asszisztens hosszú távú szexuális kapcsolatot alakított ki egy delfinnel. Ez persze csak az állat szemszögéből nézve volt szexuális, ugyanis a kutató megengedte, hogy az állat a kezéhez és a lábához dörzsölje magát. És még egy extrém sztori, Malcolm Brenner írónak a 70-es években volt egy 6 hónapig tartó viszonya egy Dolly nevű delfinnel. A férfi szerint Dolly volt a kezdeményező, és elvileg valódi fajok közti kapcsolódás is történt. A férfi szerint miután Dollyt áthelyezték egy másik delfináriumba, annyira kikészült az állat, hogy öngyilkos lett, de erre nincs bizonyíték. Úgy érzed, félreismerted az imádnivalónak tűnő delfineket? Ha igen, nyomj egy lájkot a videóra, és már megyünk is tovább. Végül pedig, amit semmiképp sem akartam kihagyni, még a rettegett cápák is tartanak tőlük, és pihenés előtt körülnéznek, hogy nincsenek-e delfinek a környéken. A cápák gyorsak, élesek a fogaik, és amúgy is szinte csúcsragadozók, de akkor miért félnek ettől a cuki állattól? Egyrészt a delfinek puha bőre és rugalmas csontváza megkönnyíti nekik a gyors manőverezést. Farkuk vízszintes síkja gyors irányváltoztatásokat tesz lehetővé, így ha támadásra kerülne sor, igazi vízi akrobatákká válnak.
A cápák farkának függőleges része viszont korlátozza a fel- és lefelé irányuló mozgást. Amelyik állat keresztbe tesz a delfineknek, az előbb-utóbb egy erős, vastag faltörőkossal, az állat orrával találja szembe magát. A taktikájuk az, hogy a delfin a cápa aláúszik, majd alulról feltörve orral ad neki egy gyomrost, ami így súlyos belső sérüléseket szenved. A cápák ráadásul magányos vadászok, míg a delfinek csoportokban élnek. Ha a csapat egyik tagja veszélybe kerül egy cápa miatt, a többiek azonnal közbelépnek, hogy megvédjék társukat. Az orkák, vagyis a karcárnyú delfinek pedig önként is cápák közelébe merészkednek, ha megéheztek. Könnyűszerrel vadásszák le őket a májukért, még csak nem is veszélyes egy nagyfehér cápát megtámadniuk, annyival gyorsabbak és erősebbek. A két faj csatája egy tipikus többet ésszel, mint erővel játék. Hiába erős a cápák izomzata, a delfinek sokkal okosabbak és mozgékonyabbak náluk, ráadásul ultrahangjuk segítségével szupergyorsan tudnak tájékozódni a vízben. Egyszerűen minden téren lepipálják a cápákat. Természetesen a cápák évente több ember elleni támadásért felelősek, mint a delfinek, de azért láthatjuk, hogy ők sem a tengerek ártatlan báránykái. A delfinek leginkább szórakozásból támadnak emberre, vagy mert épp szexelni van kedvük, nem pedig azért, mert fenyegetve érzik magukat. Ezzel szemben a cápatámadások többsége annak köszönhető, hogy a ragadozók összetévesztenek bennünket a fókákkal vagy más zsákmánnyal. Mindenki döntse el maga, melyik a rosszabb, de a maga módján az, hogy egy intelligens emlős tudatosan, akár szórakozásból támad ránk, még hátborzongatóbb, mint egy kíváncsi, éhes hal. A delfinek a tengerek valódi csúcsragadozói, de még közülük is kiemelkednek az orkák. Elhangzott róluk pár érdekesség a videóban, de ha érdekel, mi is teszi őket bolygónk abszolút leghalálosabb fajává, kattints tovább a róluk készült videónkra. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, iratkozz fel, és köszönjük a támogatást minden csatorna tagnak.